fluorescens, nanocluster, arany és ezüst. Ezzel a négy szóval tudom leírni a legegyszerűbben mai műsorunk tartalmát, és bár valószínűleg nézőink nagy része számára az első két szó teljesen ismeretlen, a doktor ungorita a folytatott beszélgetésünk után kicsikét közelebb kerülhetünk ezen szavak megértéséhez. Tartsanak velünk! Köszönöm minden kedves nézőt az Életem TV stúdióban, jó sok idő után így a hagyományos módon, és köszönjük dr. Ungar Dittát, tudományos munkatárs a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy a meghívásunkat. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. 2019-ben egy ilyen fejlesztési innovációs díjat e, kaptál, egy innovációs díjat kaptál a legjobb PhD munka címen, e, fluorescens arany nanoszenzorok fejlesztése e, megnevezéssel. Kicsit be tudná nekünk, tudnám minket vezetni abba, hogy mit is jelent ez az egész terület, és miről szólt a pályamunkád, így nagy vonalakban, utána elmerülünk majd a részletekben. Gyakorlatilag ez a pályamunka arról szólt, ugye az egyetemnek van egy úgynevezett innovációs díja, amit minden évben meghirdet az innovációs igazgatóság, és erre ugye különböző kategóriákban lehet pályázni. Én a PHD munkámmal, a PHD diszertációmmal pályáztam erre az innovációs díjra, ahol azokat a részeket emeltem ki magából a PHD munkámból, amik valamilyen ipari felhasználást rejtenek magukba. Ezek a felhasználások, ugye, ami a címben is szerepelt, hogy nanoszenzorok, gyakorlatilag nano részecskéken alapuló optikai bioszenzorok fejlesztéséről volt szó ebben a pályamunkában. A nano az alapvetően azt jelenti, hogy a mikronál kisebb. Így van, tehát ezek a nano részecskék ugye alapvetően a baktériumoknál is ezerszer kisebb részecskéket foglalja magába, és azok a részecskék, amikkel én foglalkozok, ennek a mérettartománynak is a legalján helyezkedik el. Tehát gyakorlatilag ezeket úgy kell elképzelni, hogy néhány fém atom alkotja ezeket az egyedi részecskéket. Még egészen nehéz. Amikor így ránéztem erre a címre, akkor ugye a fluorescensről a fluoreszkáló jutott az es eszembe, amit mondjuk gyerekkorunkban nagyon sokan ismertünk. Van valami köze ehhez a szóhoz? Így van, így van. Ez gyakorlatilag egy olyan optikai jelenséget akar, mint ahogy helyesen említetted is gyerekjátékokban, vagy akár Szórakozáskor alkalmazott testfestékekben vannak ilyen anyagok, amik floreszkálnak, ami ugye úgy lehet elképzelni a hétköznapi életben, hogy megvan ez az anyag, akár ez a festék felviszük a bőrfelületre, lekapcsoljuk a hagyományos világítást, és mondjuk UV lámpa alá tartjuk azt a bőrfelületet, akkor egy egészen más szint fogunk látni a festékben. Gyakorlatilag nem túl szakmaian fogalmazva világítanak ezek a festékek. Ezen, ezek a részecskék, amikkel én foglalkozok, a pici méretüknél fogva is tudják ezeket a ö, sajátságokat mutatni. Itt még a hétköznapi részénél maradva, itt ugye arról is van szó, hogy ezek fel tudnak töltődni úgymond, és utána még több ideig is floreszkálnak, vagy nem? Az egy kémiailag másik jelenséget akar, ja. azt hívjuk foszforeszenciának. Az foszforeszkál. igen, igen, van. igen. És ebben az esetben uh, ugyanaz történik, mint a normális fénynél is, nyilvánvalóan akkor is a napból, vagy akármilyen fényforrásból uh, Kiáradnak a, 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 a fényrészecskék, és visszapattannak az adott tárgyakról. Itt is valami hasonló történik. és ö, Gyakorlatilag igen. Tehát ö, van egy megfelelő ö, fényforrásunk, legyen az ö, esetünkben ezeknél a részecskéknél egy jó vélámpa, ami alá, hogyha ö, berakjuk ezeket a részecskéket, akkor ö, gyakorlatilag az elektronok ö, gerjesztődnek lehet így mondani, tehát egy magasabb energiállapotba kerülnek, és amikor ez ugye minden az energia minimumra törekszik, éppen ezért visszakerül alapállapotba, akkor ezt a másik színű fényt fogja nekünk kibocsájtani. És hogyan ehhez az arany, mint, mint anyag alapvetően? Alapvetően ugye a köztudatban nem éppen egy olyan, dolog, amiről azt gondolnánk, hogy floreszkál, de pont ezek a nemesfém nanorészecskék azok, amik nagyon erősen méretfüggő sajátságokat mutatnak. Tehát, hogyha ha arra gondolunk, hogy egy aranyékszer sárga színű, Viszont, hogyha ezt az aranyat, ugye az tömbi fázis, ha ezt az aranyat elkezdjük aprítani, kvázi, és nanorészecskéket csinálunk belőle, akkor teljesen más szint fog nekünk mutatni az adott fémrészecskénk. És gyakorlati szempontból, ugye említett, hogy ezeket ipari felhasználásra szánják ezeket a technológiákat, vagy legalábbis ez, ez, ezen alapuló technológiákat. Hogy kell elképzelni, hogy mondjuk adott esetben a te eredménye miként járulhat hozzá ilyen jellegű munkavégzéshez és ipari feladatokhoz? Alapvetően ugye a kutatócsoportunkban több kutatási irányel is foglalkozunk, Amivel én foglalkozok a fém nanorészecskéken belül, mint említetted, ugye ezeknek a szenzoroknak a fejlesztése, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a fluorescens sajátság, amiről az előbb beszéltünk, ez borzasztóan függ az adott részecske kémiai környezetétől. Ha van egy olyan molekula az adott környezetében ennek a részecskének, Amire, amivel mondjuk össze tud kapcsolódni ez a részecske, vagy egyszerűen ezt a gerjesztett állapotban lévő elektronokból az energiát el tudja szállítani, akkor ez a fluorescens sajátság megváltozhat, akár el is tolódhat, tehát más, az eredetihez képest más színű fényt fog kibocsátani a részecskénk, vagy ki is oltódhat, tehát teljesen meg is szűnhet. Ezek a szenzorok ugye alkalmasak Mindenféle biológiailag fontos molekula kimutatására, attól függően, hogy milyen fémrészecskéből építjük föl, és ennek a stabilizálására, hogy ezek stabilan maradjanak, milyen molekulákat alkalmazunk. Ezek a biológiailag fontos molekulák, amiket ki tudunk mutatni, ezek rengeteg neurodegeneratív vagy ö, pszichotikus megbetegedésekben vehetnek részt. Az egyik ö, szenzorfejlesztésünk is ez irányú volt, konkrétan amivel pályáztam az Innovációs d Ott az úgynevezett kinurenin molekulát ö, próbáltuk megdetektálni, ami ö, lehet indikátor molekulája is, tehát jelezheti már egy elindult betegséget is, vagy akár egy, egy tumoros vagy, vagy egyéb megbetegedéseket el is tud indítani a szervezetben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket a molekulákat már kis mennyiségben és minél gyorsabban ki tudjuk mutatni az emberi szervezet. Nagyon-nagyon sok elhangzott, nagyon sok minden. Tehát alapvetően a, a te munkád az arra mutat rá, vagy Igazából az segíti elő, hogy ezeket az anyagokat, adott esetben nehéz filmeket, hogyha jól értem, vagy... Lehetnek nehéz filmek is, vagy, vagy olyan molekulák, amik fontosak bizonyos folyamatokban az emberi szervezetben. Így van, szóval ezeket a potenciálisan káros anyagokat, mondjuk a vízben, vagy akármilyen más közegben hatékonyan ki tudjátok mutatni. Így van, így van. És ebben az esetben, a, tehát például az emberi szervezetben is, hogyha jól értem, nyilvánvalóan, hogyha vízben, akkor ott is. És... Ebben az esetben a, 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 ennek a technológiának a felhasználása elsősorban e, egészségügyi szempontból fontos, vagy egy más mondjuk adott esetben különböző gyártási folyamatok elősegítésében is hasznos lehet. Ha fémionokat szeretnénk kimutatni, az a gyártási folyamatoknál is fontos lehet, főleg ha egy olyan ipari folyamat van, ahol különféle nehéz fémionokat, mint említetted, alkalmaznak, akkor nyilvánvalóan ugye az ipari szennyvizeknek a tisztasága, ugye van egy, van egy határlimit, aminél kevesebb fém szennyezést tartalmazhat csak az az ipari víz, és úgy lehet ugye további felhasználásra vagy tisztításra tovább küldeni. Míg ugye a molekulák kimutatása inkább ugye egészségügyi vonal, inkább a diagnosztikában, tehát az emberi szervezet megbetegedéseinek kimutatásában lenne fontos. És a nanoklaster, mint kifejezés, ez sokszor előkerül ugye a munkádban is, ez pontosan mit akar? Mint említettem, ugye ezek a nanorészecskék alsó méret határán lévő kis egyedi objektumok, egyedi kis fém részecskék, ha lehet így mondani, amik néhány vagy néhány tíz atomból épülnek föl. Ennek az egész területnek, amit kutatsz és amit kutattál, nagyjából milyen referenciái vannak országos szinten? Mennyire új ez az egész irány, és mondjuk adott esetben a munkád, vagy ami utána későbbiekben mondjuk abból felhasználható más munkákhoz, az mennyire képez egyedi jelleget mondjuk országos és világszinten? Országos szinten viszonylag egyedi, tehát rajtunk kívül ha jól emlékszem, Budapesten foglalkozik néhány kollega, főként arany előállításával és azok vizsgálatával. Szenzori alka szenzorikai alkalmazásokkal a legjobb tudomásom szerint eddig csak itt Szegeden foglalkoztunk, tehát országos szinten erre még nem volt példa. A világviszonylatban egy nagyon innovatív kutatásról van szó, tehát borzasztóan sokan kutatják, és nagyon nehéz lépést tartani a világszintű kutatásokkal, tehát nagyon résen kell lenni, ha szabad ilyet mondani egy kutatónak, mert előfordulhat az, hogy más országokban is legalább olyan jó ötletei támadnak a kutatóknak, és mondjuk ők egy kicsit gyorsabbak voltak, mint mi. Főként, főként, a kínai és japán kollégák azok, akik intenzíven kutatják ezt a területet. Nem csak diagnosztika szempontjából, hanem ők katalízis, katalitikus folyamatokat is vizsgálnak ezeken a rendszereken. Jelenleg a fizikai, kémia és anyagtudományi tanszéken működő nanohibrid struktúrák kutatócsoportban dolgozom, amit dr. Csapó Edit vezet. Én itt is végeztem a doktoranduszi tanulmányaimat, tehát itt készült el a diszertációm, és Ugye, mint említettem, elég sokféle kutatási területtel foglalkozunk a csoporton belül. Ebből az egyik az, amivel én foglalkozok, ezeknek a klasztereknek a fejlesztése. A jelenlegi járványhelyzet tekintetében arról uh, olvastam, és a így uh, egy fedél hogy uh, Különböző olyan bevonatokkal tudják ellátni, vagy legalábbis ilyen kísérletek zajlanak, olyan bevonatokkal tudják ellátni ezeket a maszkokat, amik hát nem biztos, hogy jól kifejezem, de deaktiválják, vagy uh, hát a, a, a vírus uh, aktivitását csökkentik, hogy így fejezem ki magam. Tehát ebben az esetben ez is egyfajta egészségügyi vonulata ennek az egésznek. Én is olvastam az olasz kollégák tanulmányát, ahol ezeket a kórházi, vagy a kórházban használatos ha lehet ezt mondani, kicsit komolyabb maszkok bevonatát készítették el ezüst klaszterek felhasználásával. Valóban az ezüst ugye jól ismert a mindennapi életben is, hogy nagyon jó antibakteriális, antivirális szer, és ezt próbálták elősegíteni, hogy ezeket az ultra kicsi részecskéket hordták föl, mint bevonatot remélve azt, hogy ugye ennek a vírusnak a fertőző képességét valamennyire csökkenteni tudják. A tanulmányok szerint ez, ez sikeres is volt. Tényleg is, erről eszembe is jutott, hogy ugye például a légkondicionálókat is szokták ez is koloiddal tisztítani. Tehát ebben az esetben arról van szó, hogy ugye kis ezüst molekulák, megsemmisítik a vírusokat, ionok. vagy a baktériumokat? Ionok, igen. Ezüst ionok, igen, ezekből az ezüst részecskékből ugye ezüst ionok fognak ö, távozni, és ezek az ezüst ionok tudják de, deaktiválni ezeket a baktériumokat és vírusokat. A egész témát tekintve, ugye nyilvánvalóan sok mindenki kutat sok mindenben. Mi volt a fő motiváció, ami végül ebbe az irányba sodort téged, és úgy döntöttél, hogy ezzel fogsz foglalkozni, konkrétan a nanoklaszterekkel és az ehhez kötődő területekkel? Az én kutatási pályám egy kicsit szövevényesen indult, ugyanis nem ezen a területen kezdtem el hallgatókoromban kutatni, ha lehet így mondani. Egy teljesen más szakterületre csak, vagy szakterülethez csatlakoztam be, aminek volt egy olyan pontja, ahol ezeket a nemesfém részecskéket kellett alkalmaznom, és ha lehet azt mondani, már akkor is elvarázsoltak egy kicsit, és nagyon megtetszett ez a kutatási terület. Így amikor ugye végeztem 2014-ben, mi varázsolt el benne, bocsi? Nagyon, nagyon, főleg a nagyon sokféle felhasználási mód, a rengeteg lehetőség, én kutatóként hiszem is vallom, hogy, hogy érdemes olyan dolgokkal foglalkozni, aminek van ötlete, felhasználási lehetősége, amivel talán jobbítani tudjuk ezt a világot. Éppen ezért nagyon megtetszett, hogy ezeknek a részecskéknek rengetegféle felhasználási terület rendelkezésre áll most is. És amikor PHD témát kerestem, akkor kerültem dr. Csapó Editt kezei alá, ha lehet így mondani, akinek fém nanorészecskés témája volt. Akkor úgy gondoltuk, olyan témán indultam, hogy minél környezetbarátabb előállítási módszereket találjunk ezen részecskéknek az előállítására, ami magával vonzotta azt, hogy a, ezeknek a, az előállítási módszereknek a lehetősége magába foglalja azt, hogy klasztereket is előállítsunk, ne csak hagyományos nanorészecskéket. És így kerültem gyakorlatilag ide. Még beszélni fogunk a saját motivációdról, viszont most emlékeztünk is szünetre. A nézőknek köszönjük szépen az eddigi figyelmet, tartsanak velünk a továbbiakban is. Köszöntünk újra mindenkit, folytatjuk a beszélgetést Dr. Ungor Dittával. Említve volt itt az, hogy ugye a nanoklaszterek jelenlegi előállítási módja, illetve az, amivel te foglalkozol, egy környezetkímélőbb megoldást jelent a, a múltbeli technológiákhoz képest. Ez konkrétan miért van így, és ez mennyiben befolyásolhatja mondjuk azt, hogy egy kevésbé, hogy is mondjam, roncsolt világban éljünk az elkövetkező időszakban? Alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye nanorészecskéket nagyon sokféle technológiával elő tudunk állítani. Rengeteg módszer áll már most is rendelkezésre, amiben más ezeknek a klasztereknek az előállítása, hogy alacsony hőmérsékleten történik, és nagyon biológiailag kompatibilis molekulákat alkalmazunk ezekhez a szintézisekhez. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hogy nem fogjuk a környezetet terhelni káros szerves vegyületekkel, oldószerekkel. Nem alkalmazunk magas hőmérsékletet, esetenként ugye nagyon reaktív anyagokat. Éppen ezért jó és éppen ezért szerintem világszinten is intenzíven kutatott terület ez, hogy minél, minél inkább a környezet tudatosság felé motiválja az embereket és a kutatókat. És amikor azt mondod, hogy előállítani ezeket a részeskéket, az az előbbi célok érdekében érdemes, vagy ebben az esetben tesztek így, vagy egyéb más felhasználási módja is vannak ennek. Mert ugye most itt beszéltünk a magáról a kimutatásról, és ugye szó volt arról is, hogy a, az egészségügyben ez fontos lehet, de konkrétan ezeknek a részeskéknek az előállítás, az milyen hasznot hozhat? gyakorlatilag ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egyrésztről maga az előállítás, mivel ugye kevésbé terheli a környezetet, ez egy pluszpont, ha ezt lehet mondani, Viszont, hogyha már előállítottuk, és rendelkezésre állnak ezek a részecskék, és azt az egészségügybe szeretnénk felhasználni. Pont ezért jó az, hogyha minél környezetre kevésbé ártalmas módon állítjuk ezeket elő, mert akkor könnyebb felhasználni őket akár az egészségtudomány területén is. Egyrésztről, ugye, amiről beszéltünk már, ugye a szenzorikai felhasználásról, az egy olyan ága, amikor közvetlenül ugye szervezet, emberi szervezettel nem érintkezik ez a részecske, de a mi kutatási vagy kutatócsoportunkban is van egy olyan tématerület, amit nem régen indítottunk, hogy ezek az anyagok alkalmasak a klasszikus diagnosztikában használt, festékek kiváltására. Pont azért, mert sokkal környezetkompatibilisebb módon állítottuk elő, így kevésbé fogja megterhelni azt a szervezetet, ahova ezt bejuttatjuk. A festékanyag, ez például a kontrasztanyagot jelenti? Például igen. Uh -huh. Az is gyakorlatilag uh, ilyen módon előállított szerekből áll, csak mármint hogy a, a, inkább ennek a múltbeli technológiájáról van szó. Nem, azok teljesen más típusú vegyületek, Amik, amikre, amiknek a kiváltására ezek alkalmasak azok a festékanyagok, amikkel mondjuk különböző fehérjéket jelölnek meg az emberi szervezetben, és azokat ilyen fluorescens módon teszik kvázi láthatóvá, ha lehet ezt mondani. Azok a festékanyagok a legtöbb esetben valamilyen szintű toxicitással mérgező, sajátsággal rendelkeznek az emberi szövetekre, sejtekre. Igen, akkor mondják is, hogy sokat kell inni utána, mert... Így van, hogy így van. akár kimossza. a kontrasztanyagok, vagy akár egy tumoros szövetnek a, a feltérképezésére is használnak ilyen festékanyagokat, ami ugye nagyon megterheli nem csak magát ugye a tumoros szövetet, hanem sajnos az évszöveteket szöveteket is körülötte, éppen ezért jó alternatívája lehet ez a nanoklaszter alapú jelzőanyag. És főleg milyen okból kifolyólag kevésbé károsító a szervezetre? Pontosan azért, mert hogy olyan fémrészecskékből áll, ami kevésbé terheli meg ami a szervezetet, tehát kémiailag inertek, ugye kevésbé lépnek reakcióba. A, ez már egy olyan téma, ami a jövőben történő felhasználásával kapcsolatos. Mondjuk adott esetben szintén az egészségügyben, vagy pedig a hétköznapi ember életében ez milyen szerepet játszhat? Egyrésztről, hogyha jelzőanyagként hasznosítják a jövőben, én úgy gondolom, hogy sokkal kevésbé lesznek megterhelők ezek a vizsgálatok ugye az emberi szervezetre, tehát ugye kevesebb pihenőidőre lesz utána szükségünk, nem, nem kell annyira nem lesz annyira megterhelt a szervezet. Másrésztről, hogyha a szenzorikai felhasználásokat tekintjük, én ezt úgy tudnám a jövőben elképzelni, mint a most használatos vércukorszintmérőket, vagy terhességi tesztet, vagy a legújabb, amiről én nem is tudtam, az elmúlt néhány évbe került talán forgalomba, a különféle típusú allergiás reakciókat kimutató gyors tesztek. Tehát én ezt így tudnám elképzelni. Tehát adott esetben otthonra vásárolható kis egyszerű eszközökről van itt szó? Inkább klinikai laborba szállható eszközökről, mert lévén, hogy a sajátsága egy, egy, plusz fényforrást igényel, én úgy gondolnám, hogy ez a jövőben inkább egy, egy klinikai laboratóriumban célzó felhasználási mód lenne, ami által ugye meggyorsíthatnánk azt a folyamatot, hogy kiderüljön, hogy az adott pacienst milyen további vizsgálatokra kellene elküldjük. Ez ugye egy kicsit más téma, de az adott esetben a, a az okos eszközök és a technológia ezzel történő összefonódása is elképzelhető lehet a jövőben. Ugye tudjuk, hogy meg különböző ilyen hordható okos eszközök mérnek különböző testi funkciókat. Így van, egyébként olvastam is erről nem is egy publikációt, hogy például bőrfelületre felhordott szenzorként már alkalmazzák ezeket a klasztereket, és egyszerűen csak az okostelefonra telepített applikációval akár a bőr pH értékének változását, akár a hőmérséklet változását már próbálgatják ilyen eszközökkel mérni. Ugye arról már alapvetően beszéltünk, hogy Magyarországon ez, ez, kevésbé kutatott, mint mondjuk, hogyha világszinten ezt így összehasonlítjuk, akár más országokkal. De alapvetően Magyarországon, hogyha azt látom, hogy a tudományos közeg vagy körülmények alkalmasak arra, hogy ezt tovább végezd te, illetve adott esetben a kollégáid. Azon a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Szegedi Tudományegyetem Kémia Intézete nagyon jól felszerelt. Tehát mind műszeres technikában, mind úgy gondolom, hogy a kutatói létszámban egy nagyon jól felszerelt intézetről van szó. Jelenleg én nem igazán futottam még bele olyanba az elmúlt pár év során, hogy mondjuk egy, akár egy külföldi partnert kellett volna megkeressek, mondjuk a szenzorikai felhasználás sokkal kapcsolatban, mert mondjuk azt itt nem tudtuk volna elvégezni, akár országon belül, akár itt a Szegedi Tudomány Egyetemen belül. Akkor, hogyha éltem, akkor te csak Magyarországon tanultál és dolgoztál. Így van, eddig igen. Ebben ezen keretek között. És így is tervezed egyébként a jövőben? A jövő az még nagyon, nagyon messzi. Nyilván szeretnék külföldi tapasztalatot szerezni, mi minden fiatal kolléga. A perspektívákat mindenképpen én úgy gondolom, hogy tágítani kell. Van is, most is futó projektünk egyébként a klaszterekkel kapcsolatban, inkább egy kicsit biológiai vonalat követve külföldi partnerekkel, úgyhogy én mindenképpen tervezem hosszabb, rövidebb utak elintézését. A motivációkra már beszéltünk, viszont kifejezetten leszűkítettük erre az adott tudományterületre. Alapvetően a, a természettudományok az mikor kezdett el érdekelni, illetve mikor érezted azt, hogy valószínűleg vegyészettel fogsz foglalkozni? Hát a természettudományok iránti szeretetem az, az, már egész korán megnyilatkozott. Én középiskolában is biológia fakultációra jártam, tehát biosz emelt óra számba tanultam első, vagy 9. évfolyamtól kezdve. Akkor még az állt hozzám kicsit közelebb, és ahogy ugye haladtam egyre előrébb egy kicsit a tanulmányaimban, Két borzasztóan jó kémia tanárom volt az évek során, akik elindítottak f a pálya fele, ha lehet ezt mondani, és akkor középiskola után döntöttem úgy, hogy, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni. Ebben ők támogattak egyébként, illetve adott esetben más szűkebb szociális réteged? Támogattak természetesen, tehát ők abszolút mindenben, tehát a tanáraim is, és a családom is mindenben támogatóan viszonyultak ehhez, úgyhogy nem, nem volt az kérdés számomra, amikor itt elkezdtem a tanulmányaimat, hogy, hogy, ez az én pályám és ez az én utam. Szerinted egyébként mi kell ahhoz, hogy valaki ezen a pályán sikeres legyen, vagy hogy sikerrel tevékenykedjen? Alapvetően van ez, a, amiről beszéltünk, ez a természetudományos érdeklődés, de milyen más készségekre van szükség? Mindenképpen kell egy elhivatottság, én azt mondom. Tehát anélkül ezt főleg az akadémiai részét, tehát főleg a kutatásokat, de akár ipari oldalon is a kutatásokat elhivatottság nélkül nagyon nehéz csinálni és hogy még mi kell hozzá. Az elmúlt években én azt láttam, hogy kell egy kicsit komplexebb látásmód. Egyrészt ugye kell a probléma megoldó képesség, amikor valaki találkozik egy problémával, akkor mindenképpen jó az, hogyha nem blokkolunk le, hanem, hanem megpróbálunk azon a problémán felülemelkedni, megoldani valahogy. Másrésztről viszont amit látok az az, hogy kell egy kis társadalomtudományi ismereteket is elsajátítani ahhoz, hogy ért, közérthetően el tudjuk mondani másoknak is azt, hogy mi mivel foglalkozunk, és ez a jövőben talán miért lesz jó az egész társadalomra nézve. Igen, az érdekes, mert alapvetően ez egy olyan terület, amit úgynevezett exakt tudományoknak mondunk, de mégis az érezhető a, azok között, a szakemberek között is, vagyis hát tőlük is ezt hallom, akiket meg szoktam interjúolni, hogy, hogy leginkább most a, Ezeknek a nagy tudományterületeknek az összefolyásáról van szó, és talán a is azt értékelik a legjobban, aki, aki ezekben, hát ilyen világpolgár, hogy úgy mondjam. Igen, én is, én is azt látom, hogy mindenképpen kell az hozzá, hogy, hogy akár támogatás keresésben, akár tényleg a hallgatóknak a megfogásá, megfogásában, ha lehet így mondani, kell az, hogy el tudjuk mondani érthetően, mert hiába mondom én el szakmailag helyesen, és tele szakmai kifejezéssel azt, amivel foglalkozok, azt egy, egy olyan ember, aki nem azon a kutatási területen, vagy, vagy az élet teljesen más területen dolgozik, így van, a szakkifejezéseket nem érti, nem, nem fogja érteni az egészet, és nem, fogunk, nem kommunikációról lesz szó, csak egy oldalú közlésről. Egyébként, hogyha majd itt tartunk, szerinted miért fontos a tudományos ismeretterjesztés? Alapvetően lehetne úgy is felfogni ezt, hogy vannak a, 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 a tudományos szakemberek, akik majd megoldják a világ problémáit ebben a szűk, ö, elszigetelt rétegben, és ö, alapvetően másnak nem is feltétlenül kell érteni hozzá. Miért lehet ez fontos? Én úgy gondolom, hogy, hogy egy borzasztó információ gazdag világban élünk tehát ha a hétköznapi életet is nézzük, tehát rengeteg helyről kapunk információt, ezeket az információkat meg kell tanulni feldolgozni, és meg kell tanulni, adaptálni a saját életünkbe ezeket a tudásmorzsákat, amiket fölcsipegetünk. Én úgy gondolom, hogy, hogy az, hogyha arra várunk mindig, hogy csak a másik oldja meg a világ problémáit, az nem fogja előre mozdítani a világot. Éppen ezért jó az, hogyha ha több uh, tudományterületről uh, születik összefogás, összefonódás, azt tudja előre mozdítani a társadalmat, azt tudja előre mozdítani a gazdaságot. És nem utolsó sorban mindenképpen a, a tudós réteg utánpótlása miatt, tehát nagyon fontos, hogy, hogy a természettudományos ismeretterjesztés már egész érthetően, egész kiskorban eljusson a gyerekekhez hiszen ugye rengeteg félét tanulnak, rengeteg tudást ö, halmoznak fel az alapoktatás lépcsőin, és jó, hogyha ha egy kicsit ebből a tudásból egy-egy olyan szegmens rájuk ragad, ami megfogja a képzeletüket, ami, ami megfogja a gondolkodásmódjukat, és egy kicsit motiválja őket, hogy talán a felé kellene a jövőben. Hát reméljük, hogy ez minél nagyobb szerepet fog kapni Magyarországon is a közeljövőben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm még egyszer. A nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak a legközelebb is, viszontlátásra.